Üdvözlöm kedves nézőinket november 29-én. A tartalomból röviden. A katasztrófavédelem tanácsai, hogy felhőtlenek legyenek az ünnepek. A megváltó születésére várakozás a római katolikus egyházban. De mindezek előtt vessük bele magunkat az ünnepi díszek világába. Tartsanak velem! Már vasárnap, december 1-én kezdődik az adventi ünnepélyes várakozás az év legmeghittebb, legcsillogóbb ünnepére. Sokunkban talán ott a vágy, hogy mostantól a vasárnapi gyertyagyújtások mellett talán minden este lehet már egy kis meghitt karácsony az otthon melegében, még mielőtt december 24-e reggelére ébredünk. A felnőttek a lelküket kezdhetik költöztetni ünneplőbe, a gyerekek már biztosan gondolnak az ajándékokra, és az otthonunk is lehet egyre díszesebb a nagy nap előtt. Fel is kerekedtem egy kis helyi virágboltba, hogy inspirálódjak, pillanatra a sok csoda közt megfürdőzzek a szépség élményében. Az advent közvetlen témakörében nem csak klasszikus koszorúkat, de asztaldíszeket is választhat magának a betérő az otthonába. Ez főleg ízlés és hely kérdése. Nem igazán mondanánk, hogy van tipikus trend az idén, de talán a természetes anyagból, fából, gajból készült darabok a legmenőbbek. Az ünnep mindenféle jelképével és klasszikus játékokkal díszítve, valamint nagyon sok darabon elengedhetetlen a csillogó LED világítás. Ha valaki csak kreatívságát élné ki, nem vásárolna új koszorút, azokat is szívesen látják inspirációval, és annak megtestesüléséhez szükséges kellékek értékesítésével, mint ahogyan a korábban vásárolt darabokat is be lehet minni felújításra. Akár vásárolhatunk koszorú alapot, amit otthon kedvünkre dekorálhatunk. Ennek a Nobilis fenyő alapnak például az a nagy különlegessége, hogy egyáltalán nem hullik. Ha trend teremtő ereje nincs is, minden évben van valami újdonság, pihe-puha figurás párnák, harangok, izgalmas bögrék, vagy kézműves apróságok, hiszen nem csak a koszorúk és az asztaldíszek, hanem az ünnepi dekorációk, használati tárgyak sokasága minden képzeletet felülmúl. Áldott készülődést kívánok mindenkinek, és ne felejtsenek elmenni vasárnap a város adventi koszorúinak első gyertyagyújtására. Néha úgy érezhetjük, hogy egy-egy téma már nagyon elcsépelt, így az ünnepi kellékek tűzveszélyessége is, de sajnos évről évre cáfolják ezt tragédiák, amik a legmeghittebb ünnepeket árnyékolják be. Néhány héttel ezelőtt a kémények állapotára és a szénmonoxid veszélyességére hívtuk fel a figyelmet, amit nem lehet elégszer elismételni. Jön a december, jön december 1-e, advent első vasárnapja, és az ünnepi szezon ez is számos veszélyt hordoz magában. Igen, sajnos még mindig van olyan ünnepi időszak itt Hajdúbihar vármegyében, amikor az adventi koszorú miatt keletkezik lakástűz, vagy egy-egy elektromos tűz keletkezik a fényfűzérek miatt, úgyhogy itt is a megelőzésre kell a legnagyobb hangsúlyt tenni, és akkor kevesebbszer riasztják a hivatásos, illetve önkormányzati tűzoltókat. Az adventi koszorú első gyertyagyújtása most vasárnap fog megtörténni, már sokan elkészítették a koszorúkat, vagy mostanában megvásárolták. Érdemes azért ilyenkor is körültekintőnek lenni, hiszen mindenképpen nézzük meg azt, hogy a gyertya alatt legyen olyan anyag, ami közvetlenül a szalmára, illetve a keretre van rátéve, hiszen hogyha a gyertya elkezd olvadni, ott meggyújthatja azt akár annak a műanyag részeit, vagy az száraz ágakat, úgyhogy ennek már az elkészítésénél is körültekintőnek kell lenni, illetve annak a kihelyezésénél is, hiszen előfordulhat az, hogy egy adventi koszorú meggyújtja a mellette található asztalt, textíliákat, akár a függönyt, úgyhogy mindenképpen
körültekintőnek kell lennünk a kihelyezésnél, valamint szerintem már nem kell elmondani a nézőknek, hogy semmiképpen ne hagyjuk felügyelet nélkül ezt az adventi koszorút, valamint mindenképpen fújjuk el, hogyha már a szobából kimegyünk, hát estére meg főleg nem hagyhatjuk így a gyertyát. A fényfűzérek is egyre több helyen megjelennek, nem csak a bent a házban, hanem kint a kültéri fényfűzérek is. Itt is megfelelőeket kell vásárolnunk, tehát olyan helyről vásároljuk, amelynek van célja jelzése, hiszen akkor ez a megfelelő tűzbiztonsági engedélyekkel rendelkezik, tehát hogyha ilyen aluljáróból, piacról vásároljuk, nagyon-nagyon legyünk körültekintőek, hiszen a gyanúsan olcsó terméknek lehet, hogy van valamilyen meghibásodása, talán lehet az a legkisebb gondunk, hogy bedugjuk és mégsem ég. A legnagyobb probléma azonban az lehet, hogy zálat keletkezhet és elektromos tűz alakulhat ki. Itt is figyelnünk kell arra, hogyha kültérinek árulják a fényfüzért, akkor azt tényleg a házon kívül használjuk, ha pedig beltéri, akkor pedig azt a házon belül. A legjobb, hogyha valamilyen olyan fényfüzért vásárolunk, amit a fára szeretnénk tenni, ahol mi LED világítású, ez talán még biztonságosabb. Szerintem már nem kell elmondanunk azt, hogy ne tegyünk gyertyát, csillagszórót a fenyőfára, hiszen a fenyőfa a feldíszítés előtt azért jóval korábban ki van vágva, nagyon hamar kiszáradnak a fenyőfák, és a tűlevél pillanatok alatt lángba boríthatja az egész fát, illetve utána a környezetét is, hiszen nagyon nagy hőterhelés ér ilyenkor azt a területet, úgyhogy ha szeretnénk egy kicsit nedvesebben tartani a fenyőt, és akár ezzel is lassítani a tűz kialakulását, terjedését, akkor érdemes valamilyen vízbe tenni még feldíszítés előtt, vagy már olyan karácsonyfa talpat vásárolni, amelybe vizet lehet tenni, és akkor az folyamatosan nedvesen tartja ezt a növényt. Az ilyen jellegű tüzeknél, mint a gyertya által a koszorúban okozott tűz, vagy csillagszóró által a fenyőfában okozott tűz, mivel próbálhatjuk meg korrában tartani, oltani, illetve van-e különbség azzal kapcsolatban, hogyha ez zárlat okozta tűz? Igen, hát nyilván a nyílt lángot elsősorban vízzel lehet oltani, hogyha egy adventi koszorúról, vagy akár egy kigyulladt karácsonyfáról van szó, akkor ott azt mindenképpen oldhatjuk vízzel. Az elektromos tüzek esetében azonban nagyon fontos, hogy ezt vízzel nem lehet oltani, mindenképpen az első mozdulat az legyen, hogy áramtalanítjuk a lakást, és ezzel oldjuk meg úgymond az áramtalanítást, hogyha a lakás megtörténik, akkor utána, hogyha van otthon porraloltó készülék, akkor azzal is meg tudjuk fékezni ezeket az elektromos tüzeket. De a legfontosabb talán az elektromos tüzeknél még az, hogy a vezetékekre nagyon körültekintőek legyünk, úgy pakoljuk, hogy ne legyenek bútor lábai alatt, hiszen ezek a sérülések okozhatnak tüzet, illetve hogyha hosszabb a vezeték, mint maga az a terület, amely dekorálni szeretnénk, akkor is fektessük ki ezeket a vezetékeket, hiszen hogyha ezek összegyűrjük, megtörhetnek, és így is kialakulhat elektromos tűz, ami sajnos az ötödik leggyakoribb lakástüzek esetében, főleg ilyenkor a decemberi időszakban. Amennyiben van porraloltó készülékünk, abban az esetben az elektromos tüzet nyilvánvalóan a porraloltó használati utasításának megfelelően azonnal elkezdhetjük oltani? Mindenképpen egy áramtalanítás előzze meg az oltást, de igen, azonnal oldhatjuk is, illetve nagyon fontos, hogy ezzel egy időben a 112-n tegyünk bejelentést és hívjuk ki a tűzoltókat, hiszen a tűzoltók a tűz megfékezése után hőkamerával át szokták az épületeket vizsgálni, hiszen lehet, hogy a falban van még olyan izzó rész, amelyet mondjuk mi nem látunk, nem veszünk észre, de a tűzoltóknak van erre eszköze, és a tűzfészket akár így a hőkamera segítségével felderíthetik. Az új egyházi év kezdete után a megváltó születésére és második eljövetelére várakozás a római katolikus egyház igen fontos időszaka, amiről Hasonló János plébánost kérdeztem. December hónap közelettével Hasonló János plébános urat kerestük meg a helyi katolikus egyháztól, azért, hogy mondja el nekünk a várakozás, ami előttünk áll, ez a katolikus hitvilágban pontosan mit jelent? Igen. András apostol ünnepének a megtartása után, amit a vallási közösség, az egyház ünnepel meg,
azt követő hétnek a vasárnapján már a keresztény közösség az egyház életében egy új egyházi év kezdődik el, advent első vasárnapjával. Erre az időszakra az egyház adventi koszorút készít, 4 adventi gyertyát helyez el rajta, 3 lilát és 1 rózsaszint. Latinul az egyház az adventről azt mondja, hogy Adventus Domini, ami azt jelenti magyarul, hogy az Úr eljövetele. Ha röviden akarjuk meghatározni, akkor Úr jövetről beszélünk. És az egyház ebben az adventi időben igyekszik a mélységét megvilágítani, hogy meglássuk azt, hogy miért fontos ez az egyház életében. Az egyház azt mondja, hogy van egy történeti úrjövet, amikor is azt akarja jelenteni, hogy Isten választott népe és rajta keresztül hogyan készült föl évszázadokon keresztül az emberiség megváltójának az eljövetelére. Van a földi eljövetel, amikor is az idő teljességében Isten elküldte az ő egyszülött fiát. Amikor ő elérkezettnek látta az időt, emberi testet öltött magára, mindenben olyan lett, mint mi, és azért jön, hogy teljesítse Istennek a szándékát, akaratát, hogy az embereket visszavezesse ő hozzá. És az adventnek van egy másik jelentése is még, az eszkatalogikus úrjövetel, ami azt hordozza magában, hogy az egyház várakozik Krisztus második eljövetelére, hogy a történelem végén ő lesz, aki eljön, és lezárul ez a földi élet, és megvalósul a tanítás szava, hogy Istennek a jelenléte, dicsősége fogja betölteni ezt a teremtett világot. Amikor az egyház az adventről beszél, akkor vannak olyan személyek, akik vezetnek, tanítanak bennünket, hogy egyre jobban és jobban föl tudjunk készülni a ünnep megtartására, amikor a megváltunk születését ünnepeljük. Egy ilyen személy, aki vezet és tanít bennünket, Izaiás próféta, amely a vágyakozásnak az eljöveteléről beszél. Ahogyan a keresztény közösség életében is sokszor hallható, ilyenkor advent időben, harmatozzatok égi magasok onnan felülről. Teremje az üdvözítőt. Jöjjön, mert már nagyon várjuk. A másik ilyen személy, aki vezet és tanít bennünket az adventi készületben, Keresztelő Szent János. Ő a fölkészítésnek a tanítója. Amikor azt mondja, hogy a göröngyös út legyen egyenessé, a völgyeket töltsétek föl, tegyetek meg mindent, hárítsátok el azokat az akadályokat, amely megakadályoz benneteket abban, hogy fölkészüljetek a megváltó születésére. A következő ilyen személyre, amelyre fölhívja az egyház a figyelmet az adventben,
Mária, a megváltónak az édesanyja, az alázat és a beteljesülésnek a tanítója. Amikor azt mondja, hogy legyen nekem a te akaratod szerint. Ha én komolyan veszem a megváltónak a születését, akkor nekem is tudnom kell kimondani, hogy legyen meg a Teremtő Isten akarata, mert ő sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy ezt a földi életet bár küzdelemmel, de végig tudjam élni, és utána reménykedhetek abban, hogy elvezet magához. Ebben az adventi készületben az egyház gyakorlati útmutatásokat, célokat is meg tud határozni, amikor azt mondja, hogy tudjak elcsöndesedni, tudjak önmagamban nézni, ne kövessem mindig a világnak a zaját, a hangoskodását, hanem tudjak odafigyelni Istennek az értékére, amelyre engemet meg akar ajándékozni. Gondolkozzak el rajta, hogy ezek az értékek hogyan valósulnak meg az én hétköznapi életemben, családi életemben. Ilyen gyakorlati tanács, amikor azt mondja, hogy tekintsünk a megváltó édesanyjára, Máriára, hogy ő hogyan készült a megváltónak a születésére, hogy mindenben igyekezett teljesíteni Istennek az akaratát, és nekem is ez a kötelességem, hogy kövessem az ő példáját. Ilyenkor, adventi időben gyermekek és felnőttek, mondja az egyház, hogy készülnek a megváltó megjelenítésének a születését bemutatni, hogy vegyek részt benne, hogy hogyan is történt sok-sok évszázadokkal ezelőtt. És ugye, akik ezt látják, akkor maradandó nyomot hagy az életükben, a hétköznapokban, hogy jó volt látni, hogy abban a korban, amikor a megváltó eljött és megszületett, hogyan értek az emberek, hogyan készültek az ő eljövetelére. És ebben az advent időben még gyakorlati útmutatásként az egyház azt mondja, hogy ha testileg megteszünk mindent, hogy az ünnep a szép legyen, akkor a lelkünket is föl kell készíteni ennek az ünnepnek a megünneplésére, vagyis vizsgáljam meg a lelki életemet, hogy én hogyan is állok a jó Isten előtt, és ahol kell, akkor javítsak magamon. Bár nem könnyű, de nem lehetetlen, el kell indítani, hogy én más ember akarok lenni. A Szentírás, amely Isten üzenetét hordozza, ezt így fejezi ki, leteszem magamról a régi embert, és magamra öltöm az újat. És ezáltal nem csak magamnak teszek jót, hanem másoknak is tudok ugye, példát mutatni. Ha ezeket a dolgokat, ezeket az útmutatásokat, tanításokat, amelyet az egyház elém helyez ebben az adventben, megteszem és követem, akkor valamit tettem azért, hogy a karácsony ünnepe, amely megváltó születéséről szól, méltó módon tudtam felkészülni. Van még egy nagyon fontos dolog még az adventtel kapcsolatban, hogy ha lehetőség adva van, akkor hajnali szentmisékre jöjjünk, a rórátékra, hiszen amikor eljövünk ide a templomba, akkor még sötétség van, és amikor megünnepeljük, hogy hogyan is kell készülni Jézus születésére, a megváltunk születésére, akkor utána majd világosság jön, és boldog örömmel indulhatunk vissza a hétköznapokba, hogy egy nagyon jó cselekedetet tettem, mert az ember arra hivatott, hogy felkészüljön a megváltó születésének ünneplésére, felkészüljön a vele való találkozásra.
Az egyház az adventi időszakban, készületben ezeket az útmutatásokat, tanításokat adja a keresztény hívő ember számára és minden jó szentékú ember számára. Amikor megtörtént a felkészülés a megváltó érkezésére, születésére, akkor jön a karácsony ünnepe. A karácsony az már az élet születéséről beszél, hogy a várva várt ünnep elérkezett, és ünnepeljük a mi megváltónknak, Jézus Krisztusnak a születését. És az egyház a karácsony ünnepével kapcsolatban azt mondja, hogy három születésről beszélhetünk. Az első, öröktől való születés. Amikor is az idő kezdete előtt már létezett a második isteni személy, anya nélkül, hiszen ahogyan az írás mondja, az ige kezdetben volt Istennél, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Aztán a karácsony ünneplésének a másik ilyen fontos üzenete a földi születés. Amikor is ezt úgy nevezik, hogy kegyelmi születés, amikor Isten úgy látta jónak, hogy időben beleszületik az emberi történelemben, kiválaszt egy női szemét Mária személyében, és rajta keresztül eljön ide közénk, hogy láthatóvá legyen a láthatatlan Isten Jézus Krisztusnak a személyében, és szóba állhatunk vele. Ahogyan a tanítás mondja, gyermek született nekünk, fiú aratott nekünk. És beszélhetünk kegyelmi születésről, amikor azt jelenti, hogy a megváltónak a születése az nem csak egy múltbeli esemény, hanem ő újra és újra jelen valóvá akarja tenni az ő születését minden évben, amikor eljön ennek az ideje, azáltal, hogy megszólítja az embert, és akik megfogadják az ő szavát, és befogadják, ezáltal tesznek tanúságot róla, Isten gyermekévé válnak, mert Istentől születtek. A karácsonyi idő, amely adva van az egyház életében, hogy mélyebben meg lehessen érteni ennek az ünnepnek a méltóságát, fontosságát, vannak olyan ünnepek még, amely a karácsonyhoz kapcsolódik, és ezek is segítenek bennünket abban, hogy egyre inkább föl tudjunk töltődni a karácsonynak az ünnepével. Ünnepli az egyház István diákonust, amikor bátran kiállt a megváltó mellett, még akkor is, amikor el akarták téríteni ettől, de nem tudták, inkább vállalta azt, hogy az életét is odaáldozza. Ebben a karácsonyi időben odafigyelünk a kisgyermekekre, akik még alig tudták, hogy megszülettek, ha tudták egyáltalán, de már mégis elnyerték a vértanúságot. Kicsi korban
Aztán a másik ilyen ünnep, amely a karácsonynak a mélyebb megértését jelenti, Urunk megjelenésének az ünnepe, amikor is nagy uralkodók indulnak el meglátogatni a kisded Jézust Betlehembe, és ajándékot visznek neki. Ezek a nagy uralkodók egy gyermek előtt leborulnak, elismerik, hogy ő a legnagyobb ebben a teremtett világban. És mi csak eszközei vagyunk, hogy teljesítsük Istennek a szándékát, akaratát. És még hozzá kapcsolódik karácsony ünnepéhez, Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe is. Amikor is eljött az idő, akkor elment a Jordán folyóhoz, keresztelő Szent János volt az, aki megkeresztelte. Nem azért, mert neki szüksége volt a keresztségre, hanem nekünk embereknek mutat példát, hogy aki Istenhez akar eljutni, annak újjá kell születnie. És ez az újjászületés nem az úgy tud megvalósulni, hogy megkeresztelkedik a Szent Háromság Isten nevében, és ezáltal ugye elkötelezi magát arra, hogy én Isten gyermekévé akarok válni egy életen keresztül. Ez adva van mindenkinek, és ha ezt megvalósítja, akkor reménykedhet abban, hogy találkozni fog magával, az Úrral. Nos, az egyház az adventi időről elmondja, hogy mit kell tenni, mit kell cselekedni, és a karácsony ünnepével pedig megint csak el tudja rendezni az emberek életében az ünnepnek a méltóságát, megértését, hogy mit is jelent maga a karácsony. Hát ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani, elmondani a közelgő adventi időszakra és a karácsony ünnepére. Két kérdésem merült fel a gyönyörű összefoglaló után. A tanítások, az egyház elmondja, hogy hogyan várjuk méltóan a megváltó megszületését, illetőleg második eljövetelét. Néhány apró tanácsot ki tudna ebből ragadni, hogy akár hívő, akár nem hívő valamilyen szinten hogyan szülessen újra a megváltó várásában? Hát a keresztény hívő lélek több időt ugye töltsön imádsággal. És vannak olyan lelki könyvek, amelyek beszélnek az adventről, beszélnek a karácsonyról, szakítson időt ennek ugye az olvasására, és egyre jobban meg fogja érteni, hogy mit jelent az, hogy én vallásos hívő ember lettem. Aztán a másik ilyen fontos dolog, ugye, hogy ilyenkor tudjunk odafigyelni az embertársainkra, olyanokra, akik segítségre szorulnak, és azon dolgozni, úgy segíteni őket, hogy ők is föl tudjanak készülni a karácsonyra, tudjanak ünnepelni. Ebben az embertársban való szolgálatban, ugye itt nem mindig a adományokra gondolunk, hanem lehet, hogy csak szüksége van arra, hogy meghallgassuk őt, vagy valamiben segítséget nyújtsunk, hogy bevásárolunk neki, hogy kiváltjuk a gyógyszerét,
Már ez is egy olyan lépés a vallásos hívő ember számára, hogy valamit tettem azért, hogy ne csak az én készületem és karácsonyon legyen szép, hanem a másik emberé is. Azok a személyek, akik pedig kevésbé vallásosak, vagy az életükből ez elmaradt, bennük is megvan a jó szándék, hogy valamit szeretnének tenni a közösségért, vagy a másik emberért. Őknek is azt tudom ajánlani, hogy vegyék észre az elesettet, az élet peremére szorultakat, és segítsék föl, bátorítsák őket, hogy érezzék meg, hogy ők is lehetnek olyan körülmények között, hogy az ünnepre ők is fel tudjanak készülni. Nagyon sokféle ugye módok, lehetőségek vannak, amit ugye minden ember saját életében tud meglátni, és hogyha ezeket meglátja, ne szalassza el, hanem merje fölvállalni, és tegye meg, hogy meg tudja tenni, és meg fogja tapasztalni, hogy milyen boldogság volt adni, mint kapni. Én ezeket tudom javasolni, mind a vallásos hívő léleknek, embernek, illetve akik életében elmaradt a vallási értékeknek a tanítása vagy megtapasztalása. Pontos, hogy megtegyük azt a fontos feladatot, amit a Teremtő Isten elvárt tőlünk, hogy teljesítsük a ránk bízott feladatot, amivel megbízott bennünket. Köszönöm figyelmüket, és várom Önöket jövő héten is, hiszen tudják, én biztosan itt leszek. A viszontlátásra!